Nagy Imre üzenete ma időszerű, mint valaha volt. Csak a különbözőképpen gondolkodók és cselekvék kölcsönös türelme és engedékenysége. Az előlegezett bizalom szellemében ragadhatjuk meg a kivételes, biztató lehetőséget, csak így valósíthatjuk meg a történelmi feladatot, csak így biztosíthatjuk a békés átmenetet egy európai, korszerű, szabad és demokratikus társadalom. Valaki helyettem távozik. Nem nyerhetek, nem veszthetek. Ha nem leszek, hát nem leszek. Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól. Tamással, az Enkonu alapítójával fogunk beszélgetni. Ugye ti egy radikális, elég radikális csoport, radikálisan antikommunista csoport voltatok, úgyhogy ha kezdhetek egy ilyen radikálisabb kérdéssel, hogy mit szólsz, mit gondolsz a békés átmenetről? Sok mitosz is tapad az Enkonuhöz, amely nem fedi igazából a valóságot. Bizonyos értelemben radikálisak voltunk, de nem a tetlegességre kell ezt érteni, inkább egy szellemi, innovatív radikalizmus volt a miénk. Mint művészember nyitottak voltunk sok irányban, és szerettünk volna itt valóban ezt kihasználni, ezt a történelmi lehetőséget, ami 89-90-ben elkezdődött. Naív idealisták hittünk abban, hogy újra lehet kezdeni mindent, egy normálisabb életet a diktatúra után, és hát teli voltunk ötletekkel, megváltó gondolatokkal, ugye Rácsanyi bácsi, Krassul György, az 56-osok nagyon erősen és mélyen hatottak ránk, és az első ötletem volt például akkoriban, hogy a Nürnbergi per mintájára mi is egy nemzetközi bíróság előtt állítsuk ítélőszék elé a 100 millió halottal rendelkező kommunista eszméket és azokat az embereket, akik ezt végrehajtották. És hát mindenki kinevetett, még az egykori szadeszes ellenzék is, hogy hát ezek hülyeségek, ezt nem lehet megcsinálni, és mondtam, miért nem lehet megcsinálni, ha az egyik oldalon meg lehet, akkor a másikon miért nem lehet megcsinálni. Hát egy nagy csalódás volt ez az egész, és hát mi igazából szintén békésen képzeltük el az átmenetet, de kemény határozottsággal, tehát lefegyverezni a rendőrséget, a titkosszolgálatot, munkásőrséget, ami majd most újra felbukkant, ugye, mint látjuk. Igen. Elképesztő. Teljesen szürreális a világ, ami körülvesz. Hozzá akartunk nyúlni az erőszakszervezetekhez, hozzá akartunk nyúlni mindenhez szinte, kivéve talán, ami egyedül a késő kádárkorban működött, a kultúra elképesztő szelep volt. Én is színházba lehúztam 7 évet, Szolnokon, Kaposváron, Budapesten, olyan művészek, olyan filmek, olyan, legutóbb belebotlottam a Megáll az időbe, vagy a Tanúba, és rosszul lettem, hogy lehetett ezt. És valószínű úgy, hogy egy szelep volt a kultúra, és a kultúrát talán a legkevésbé bántottam volna, vagy bántottuk volna, hiszen a barátaink legtöbbje is, aki még nem diszidált, az azért nagyon radikális, polgári érzelmű ember volt. Tehát én inkább nem is radikálisnak mondanám, hogy polgári érzelműek voltunk, rendet akartunk, rendmániások voltunk, annak ellenére, hogy avantgardisták, mégis rendmániások, tehát hogy valóban a fehér legyen fehér, a fekete fekete, mint a ying és a yangba, valahol
szerettünk volna valami harmóniát, és ez nem sikerült, egy diszharmónia lett ebből az egészből. Azért igazából ezt a békés átmenetet és a radikális rendszerváltást, ezt igazából így kitalálták, tehát eredetileg direkt így állították szembe, mint hogyha csak az a útvonal létezne, hogy vagy ez a fegyveres felkelés és véres forradalom, és ez a békés átmentés. De hát azért éppen, hogy voltak árnyalatok, tehát ti ugyanúgy békés átmenetet szerettetek volna, csak felelősségre vonással és egy újraindulással, és nem ezzel, hogy ugyanúgy menjenek tovább. Igen, hát ez késő, Fritz Tamás nagyon jól megmondta, a következmények nélküli ország, ott kezdődött minden ősbűn, azt gondolom, az ellenzéki kerekasztalnál. Az úgynevezett radikálisokat, krassóékat, bennünket, voltunk még azért jó néhányan, meg se hívtak ezekre a tárgyalásokra. Igaz, hogy el sem mentünk volna, hiszen az állampárt képviselővel nem voltam, lettem volna hajlandó soha egy asztalhoz ülni. Tehát én, van ez a történelmi, a neveltetésedből fakadó történelmi tudatod. Mind a két nagypapám, ahol ülünk, ez is egy házi múzeum, mindkét háborút végigjárta katonatisztként. A Szabó nagyapám anyai ágon, ő gyalog, hazagyalogolt a szovjet frontról a társaival. Mind a két nagyapám nagyon kemény ember volt, és éjszaka hallgatták a Szabad Európa Rádiót titokban, és én így nőttem föl gyerekként, hogy a családunkban nem volt kommunista, egy darab kommunista se volt. A szegény anyám egyszer be akart lépni a szakszervezetbe, és hát iszonyatos mit kapott, még azt sem engedték. Tehát én így nőttem föl, ilyen értékrenddel, hagyománytisztelettel, konzervatív értékrenddel, és mi azt gondoltuk, hogyha ez a gyilkos, véres eszme, amely persze nem volt a végén már 63-at követően, bizonyos konszolidáció azért mégiscsak történt, a legvidámabb barak, ugye, de mégis azt gondoltuk, hogy ne lehessen csak így simán átmenteni a hatalmat, mint ahogy láttuk ugye a spontán privatizáció, de szép, az olajos ügyek, a hú, hát valami szörnyű, a kárpótlási jegyek, ahogy visszavásárolták a odadobott 10 000 forintos kis jegyeket. Hogyan koncentrálódott a vagyon? Hát ezt mi nagyon nem akartuk. És ami a legszebb volt, hogy ugye a másik oldalon ott azért, hogy mondjam, soha nem szerettek bennünket, de hogy a legnagyobb pofonokat az úgynevezett saját oldalunkról kaptuk, az úgynevezett jobb oldalról, vagy keresztény oldalról, Kisgazdapártba, ott segítettem a képviselőket az első ciklusban. Ez azért döbbenetes volt. Vagy az SZDSZ, ahogy elárulta az antikommunista eszméit. Tehát ez, mi láttuk ugye a kezdetekkor, a Kőszeg engem nagyon be akart oda tuszkolni, és ott a keleti pályaudvar mellett Nagy Jenővel ott néztünk szét, és mondta, itt van a fél kis KB, hát mondom, ez hogy? És mondták, hogy ez a békés átmenet egyik eszköze, hogy itt ki kell békülni. Mondom, rendben van, persze, ki kell békülni. Na, de hát ezek az emberek ezelőtt még néhány hónapja a legvéresebb szájú kommunisták voltak, és ebből aztán az SZDSZ megalakult, ugye ismertük őket, hát a fele maoista, trockista, hagyd ne mondjam. Aztán el is váltunk, már 87-ben nagyon külön utakon jártunk, ugye Krassóik meg Rácsanyi bácsi miatt, az akkori antikommunistáktól, az is egy képmutatás volt, mint nagyon sok minden más. Utólag azért ezt lehet látni, nem, hogy ez egy trükk volt igazából, csak egy máz. Persze. Persze, az egész ellenzéki kerekasztal is, sőt a Nagy Imre temetés is, hát ott is ugye, mi nagyon a másik oldalon voltunk, szerettünk volna valóban egy igazi néphatalmat, népképviseletet, és az, hogy a kommunista megöli a másik kommunistát, ezt ünnepeljük meg, hát igen, az üres koporsóba aztán mi is befeküdtünk később a hatodikba. Az amerikaiak voltak azok, én nagy régenista voltam akkoriban, az amerikaiak voltak azok Mark Palmerrel az élen, akik lényegében megfenyegettek bennünket, hogyha itt mi akarunk bármit is csinálni, akkor leveszik rólunk a kezüket. Egy Thomas Lynch nevű FBI-os, nem tudom, CIA-s, nem tudom már ki volt, az... Az inkább CIA-s. CIA-s, igen, igen, mert az FBI belső ügyekkel foglalkozik. Ő kifejezetten engem személy szerint megfenyegetett, még a Jurta Színházban. És ez nagyon nehéz volt átélni. Mit mondott egyébként? Hát, hogy nehogy merjünk a megállapodott a két nagyhatalom, a Nagy Imre temetés kapcsán, a Hősök tere kapcsán, és hogy mi nehogy belerondítsunk ebbe. Több 10 000 szórólapot nyomtattunk akkor már,
ugye mi faragtuk a temetőbe a kopjafákat, és mi szerettünk volna itt egy nagyon következetes népi felhatalmazással nem egy színjátékot lebonyolítani, hanem egy valódi rendszerváltást. És hát ez egy akkora csalódás volt az amerikaiak felé részemről, hogy kiheverhetetlen, abba is hagytuk az enkönöt utána nem sokkal, de nem így képzeltük el. Tehát mi kétkamarás parlamentben gondolkoztunk, közvetlen államfőválasztásban gondolkoztunk, a magyar alkotmány teljes mértékű visszaállításában, tehát a régi történelmi alkotmány visszaállításában, és hát erről szó nem lehetett. Tehát naív művészek voltunk. Igazából megelőztél ezzel, mert az egyik kérdésem az lett volna, hogy mit szóltál, vagy mit szóltatok ahhoz, amikor a Vásárhelyi Miklós és a Mező Imre özvegye gyakorlatilag megölelték egymást, tehát végül is az 56-os forradalmár kommunista, és az ilyen még akkor is szélsőséges kommunista, így egymásnak megbocsátott az újratemetés kapcsán, és mint egy kisajátították, még ezt is kisajátították, tehát a legfelemelőbbnek szánt pillanatot. Igen. És lenyúlták végül is. Úgy van. Úgy van, hát mondom, mi bennünket besengedtek a temetőbe, amely mi állítottuk lényegében helyre, takarítottuk ki, és állítottunk oda 301 kopjafát, besengedtek bennünket. Ez a hivatalos protokoll, ez teljes mértékben elutasította ezt a fajta szemléletet, amit mi vallottunk, hogy 56 talajára, a nemzeti szuverenitás talajára állítsunk vissza mindent. Mi nem a forradalomba gondolkodtunk, még egyszer mondom, hanem Magyarország semlegességében, önállóságában, és nagyon lehetett látni, hogy a két nagyhatalom egyességét követően új megszállók lesznek, új gyarmat, olcsó munkaerőkkel, el kell adni a sok, bocsánat, szarárút, el kell adni Kelet-Európának. Tökéletes átmenet volt, ez egy gazdasági gyarmatosítás volt, politikai gyarmatosítással egybekötve. Német barátaim mondták, hogy Tomi a II. Világháború után a amerikai katonai rendészek gumibottal verték belénk a demokráciát. Belénk pedig a Tesco-val és a többivel verték belénk ezt a fogyasztói társadalmat, amelynek látjuk a következményeit. Én nagyon szerettem volna a magyar tanyarendszert visszaállítani, hiszen gyerekként tanyákon nőttem föl, alföldi tanyákon. Hihetetlen közösségi élet volt, az emberek összejártak, hagyománytisztelők voltak, a Jóisten ott volt közöttük minden nap, 4-kor keltek, állatot etettek. Este 8-kor feküdtek, olyan olvasott parasztok között nőttem föl, hogy döbbenetesen okosak voltak. És ma meg a paraszt ez egy ilyen csúnya szó, hogy büdös paraszt. Ahogy a melósok is, a munkások is. Tehát őrült hibákat követtünk el 89-90-ben, hogy ezt a két nagy társadalmi osztályt sorsára hagytuk, vagy átengedtük a másik oldalnak. Mi nagyon szerettünk volna jobboldali szakszereteket a lengyel szolidaritás mintájára létrehozni. Nagyon szerettünk volna, én magam is azért annyira lelkesedtem, hogy legyen egy igazi parasztpárt, amely valóban a vidékieket képviseli, ne a rózsadombról mondják már meg nekünk, hogy mit kell csinálni vidéken, hogy kell élni, hiszen nem is láttak életükbe egy dolgozó embert. Ugyanígy a szociáldemokrata pártot is nagyon szerettük volna felépíteni Magyarországon, amelynek semmi köze a baloldalhoz. Egy nagyon értékalapú, a munkásságot képviselő értékalapú politikai, hogy mondjam, szegmenst akartunk létrehozni, de ezek mind kibicsaklottak. Minden felülről lett megtervezve, előre, kitalálva. Félelmetes. Tehát utólag nagyon félelmetes az egész, és látjuk a következményét, hogy a magyar társadalom bizony, és én ugye 2006 után kivonultam ebből az egészből, hiszen a 56-ot leverték, 89-90-ben eljátszottuk a nagy történelmi lehetőséget, és 2006-ban is eljátszottuk újra a nagy történelmi lehetőséget, hogy csináljunk már végre egy valódi rendszerváltást. 2010-et követően a kétharmaddal történt sok minden, ami jó pofa, de nem elégséges. Tehát, és én kivonultam, 15 éve meg se szólalok. Nekünk olyan nagyon kőkemény rendpárti elveink voltak, polgári elveink, még egyszer hangsúlyozom, tehát ez a radikális igazából nem jó szó.
nem akartunk senkit agyonütni és bezárni a börtönbe, de szerettünk volna betekinteni a titkos iratokba, szerettünk volna azokat az embereket, akik aztán nagyon gyorsan meggazdagodtak, ezeket az embereket azonnal bíróság elé állítani. Tehát nem is engedtük volna meg az olajszőkítéseket, a kárpótlási jegyeket, és mindazt a sok simlit, ami történt. Nagyon elrontottuk az egészet, bocs. Semmi baj, csak ugye említetted a kisgazdákat, és a szozdemeket, hogyha le lehet azért rövidíteni, hát két ugye történelmi párt, és melyik két pártot szalámizták le a legjobban a rendszerváltás idején, melyiket bombasztották szét a legjobban? Hogyne. A kisgazdákat és a szozdemeket. Ugye ez is a kisgazdáknak konkrétan a két elnöke, igen, ugye beszervezett, igen, állambiztonsági személy volt. Ti mit láttatok akkor egyébként, 89-ben láttatok valamit, vagy 90-ben, amikor aktívan mellettük dolgoztál, hogy itt valami nagyon nem stimmel, hogy itt olyan érdekek dolgozhatnak a háttérben, amik az előtérben nem nagyon láthatóak? Én igazából az úgynevezett rendszerváltást, amit én nem is tudom, mivel illetnék, ez a szó sem jó, akkor én visszavonultam, épp az enkonusokkal megbeszéltük, hogy akkor a csalódás volt ez az egész 56-os színjáték, ez a temetés, meg ez az egész hajcihő, hogy hagyjuk abba a politikát, és térjünk vissza a művészethez. És én nem akartam, Isten látja a lelkem, visszatérni a politikába, hanem egyszer éjszaka csöngettek, kint laktam Óbudán, és egy nagyon aranyos hódmezővásárhelyi képviselő, kisgazda képviselő, egy állatorvos állt a kapuba, és azt mondta, Tomi, sokat hallottunk téged a Szabad Európa Rádión, meg a BBC-n, ugye, mert akkoriban nekik dolgoztam, és gyere már be, mert itt a kisgazdák között van, aki még írni, olvasni se tud. Mondom, ezt most komolyan mondod? Azt mondom, teljesen komolyan, septében kellett összeállítani ezeket az embereket, javarészt, mint kiderült, aztán én bementem, segítettem őket. Hát körülbelül hát a több mint fele beépített ember volt. Tehát valamilyen kötése volt az állampárt felé. Hát én írtam számukra beszédeket, aztán egy sajtószemléket minden nap a képviselőknek, amit később átvett az MDF kormányzat is reggelente, az volt az asztaluk, amit én összeállítottam. És szörnyű volt közelről látni, hogy mivé lett az a fajta fantasztikus hagyománnyal bíró kisgazda érzület és politikai mentalitás, amely 45-től 48-ig 3 év alatt újraépítette az országot háborút követően. A kisgazdák építették újra Magyarországot, és ezt a pártot tudatosan szétrohasztották. Na most ezt én belülről láttam, és mit ne mondjak. Reggel keltem, 6-kor ott voltam bent, voltak munkatársaim, megcsináltam az anyagot, és 9-kor menekültem a képviselők közül. Nem akartam még egy levegőt se szívni velük. Egyszer véletlen Iványi Gábor megkért, hogy kisgazdákat segíted. Hát mondom, Gábor, úgyhogy nem az SZDSZ-t, mert azt mondom, az meg még vállalhatatlanabb. És mondom, a családi hagyományokán kerültem ide, és mert megkértek, és aztán később, amikor ketté vált a kisgazdapárt, akkor maradtam ott a rendesebb részénél egy darabig, aztán azt is ott kellett hagyni, mert vállalhatatlan volt az egész parlamenti munka. Már el is tűnt, hogy a Szozdem párt is eltűnt, tehát egy ilyen paródia szervezet van. Igen, van, igen, talán nagyon utána. Szomorú, nagyon. Tehát sikerrel igazából a saját tervüket, mert tényleg létezett egy ilyen terv, azt sikerrel végrehajtották, a két történelmi pártot azt így szétzülesztették, szétbomlasztották, és tényleg eltűntek. Ugyanakkor nem szabad, ezt mindig mondom is a barátaimnak, hogy ne nézzük le az ellenfelet. Ma is a sajtót, ha kinyitom, mindkét oldal hülyézi a másikat. Mondom, gyerekek, ha egy hülyétől kikapsz egy választás során, az még nagyobb ciki. Itt van a főváros. Nem kéne hülyézni a másikat, az akkori kommunista vezetés ugye egyrészt mélyen belelátott a társadalomba, hiszen hatalmas apparátus volt a háttérben, amely mindenről tudott, mindent figyelt, és elképesztő előre kitalálták, hogy hogyan lehet a közvagyont magánvagyonná átalakítani, hogyan lehet az élére állni a kapitalizmusnak, ez egy fantasztikusan kitalált, nagyon ügyes történet, mint ahogy most látjuk, hogy az internacionalizmus hogyan vált globalizmussá. Döbbenetes átalakulások, hogy az internacionalisták ma is ott vannak a toppon, ők a megmondó emberek, csak most már globalisták, és közben ugyanazok szájából hallom, hogy
törjük el az országhatárokat. Világproletáriai egyesüljetek, csak most mást mondanak. Világ teszkósai, osanosai, osonjatok, egyesüljetek. Mondta, jó Isten, mibe keveredtem meg én? Nem véletlen vagyok remete, és nem véletlen vonultam ki a magyar társadalomból, mert látom szinte a holdról, nézem, hogy mi folyik itt. És rémisztő. Tehát, hogyha lenne szőr a hátamon, biztos, hogy nem tudnék leülni, mert fölállna a szőr a hátamon. Döbbenetes, hogy mi folyik itt. És ugyanakkor ebben még az a legborzasztóbb, hogy ugye van egy, 2010 után ugye tényleg ott történt sok minden. Van egy antikommunista kormány, és közben buzog föl a kommunizmus. Újabbnál újabb arculata jelenik meg egy antikommunista kormány alatt, és mindenki olyan intelligens. A sajtóban egymást elküldik a büdös francba, de közben nem történik semmi. Ahogy bennünket utáltak 89 előtt és 89-90-ben, ugyanúgy ki vagyok most is rekesztve a társaim is. Bokros Peti, ugye te írtál róla, éhen halt, kikapcsolták a villanyt, a gázt. 80-as évek elejétől kezdődnek az akciók, performance-ek, valamint bekapcsolódtok a szamizdat irodalom előállításába és terjesztésébe, és ez egyre inkább fölhívja a hatóság figyelmét. Hát igen, tulajdonképpen már az akciók, az volt az indító arra, hogy a figyelmet magunkra hívtuk. Többek közt ezért is kerültem én mondjuk a néphadsereg állományába, büntetőezredbe. Tehát elkezdődtek azok a intézkedések, amelyekkel próbálták visszaszorítani a mi tevékenységünket. Akkor már nem kaptuk meg a postáinkat. Szóval csomó olyan érdekes dolog volt, amiről észrevettük, hogy a figyelem középpontjába kerültünk. Ma is megbélyegeznek. A nyugdíjintézet, bocs, hogy ezt is elmondom, a nyugdíjintézettől most kaptam meg egy hónapja levelet, kérvényeztük az államelnök úrtól és a miniszterelnök úrtól, hogy ezt a 11 néhány évet, amikor én is személy szerint munkavállalási tilalom alá estem a politikai nézeteim miatt, ezt ugyan a nyugdíjamba számítsák már be. És a nyugdíjintézet közölte, hogy ez lehetetlen, nem számítják be, tehát nincs nyugdíjam magyarul. Feleségem tart el a pedagógus fizetéséből. És aztán kaptunk egy levelet, ami még hátborzongatóbb volt. A különböző 56-os szervezetek, hát ez is érdekes, közölték, hogy azért nem jár nekünk semmiféle juttatás, magyarul nyugdíj, mert Kerekperec meg is mondták, a Kádár, késő Kádár korban és a Kádár kor alatt nem volt nemzeti ellenállás. Na most ettől olyan ideges lettem, hogy nem tudom elmondani, hogy magyarul egy antikommunista kormány alatt megtagadja saját eszmetársait Magyarország, akik harcoltak, mert mi harcoltunk, nem csak nyomtattunk könyveket, szamizdatokat, éjszaka telé ragaszgattuk a várost. Nagyon kemény antikommunisták voltunk, és erre kapok egy ilyen hivatalos levelet egy államtitkártól, hagyd ne mondjam ki a nevét, hogy itt nem volt ellenállás. Jaj, volt ellenállás. A történelmet mind a mai napig átírják valakik. Magyarul ez az egész kommunista ideológia beszivárgott a jobb oldalra, sőt kulcspozícióba kerülhetett, mert most is azt mondják, hogy Enkonnő, hogy a Molnár, hát ez nem létezik, ez ismeretlen. Ezek nem csináltak semmit. Ja, hogy nem csináltunk semmit. Ilyen vastag, van vagy 3000 oldalnyi történelmi hivatali anyag rólunk, és rólam is. Az semmi. És ez se semmi, hogy páriák voltunk, és azok vagyunk mind a mai napig. Én nem akarok sajnálkozni, csak azért mondom ezt el, hogy nem véletlen vagyok itt magányom, és azért hívnak engem a Surányi Remetének, mert elegem lett ebből az egészből. Ez egy szélmalomharc, ez is a könyvem címe, az önéletrajzi könyvem címe, hogy a szélmalomharcos, mert harcoltunk, és nem volt semmi értelme. De szó szerint. Azért egyébként ezt cáfolnám, hogy nem volt értelme. Nem igen, volt. Is azért volt értelme. Nem. Viszont visszatérnék akkor a szolnoki kezdetekre, hogy lássuk is, hogy tényleg nem volt itt nemzeti ellenállás, vagy azért csináltatok valamit. Én azért a második mögött lennék elég erősen. Hogyan emlékszel Szolnokra? Ugye sokan nem tudják, hogy azért vidéken sokkal keményebb volt a rezsim, sokkal keményebben lépett föl a rezsim, mint Budapesten. Igen. Hogy nézett ki neked mondjuk, még amikor volt munkád, egy napod, és amikor eltiltottak mindentől. Szolnok különleges hely volt, nem véletlen hívtuk Pol Pot megyének, Salgótarján mellette a legkommunistább város volt,
A megyeházán ott volt egy tábla, ami eleve hazugság volt, hogy Gádár János itt alakította meg ugye a 56-ot követően a magyar kormányt, ami nem igaz, hát ő elszökött az oroszokhoz, és aztán úgy jött vissza. Egy végtelen vonalas város volt, hatalmas rendőri apparátussal, titkosszolgálattal, egy ilyen 70 ezeres ipari város volt, ami aztán később persze 89-ben eltűnt Szőrény szálán, minden ipari létesítményt felszámoltak. Én, mint fiatal ember, apám ő erdész volt, és nagyon szerette volna, hogyha a humán műveltséget félreteszem, mert hát ő ilyen kétkezi technikus volt végül is, később a szolnoki erdészet műszaki vezetője, majd a bajaié, és nagyon szerette volna, hogyha én is ilyen kétkezi pali vagyok. És munkások és parasztok között nőttem föl, még egyszer hangsúlyozom, és nagyon büszke vagyok rá. És rá kellett jönnöm Szolnokon, amikor elvégeztem a szakközépiskolát, hogy finom mechanikai műszerész vagyok ugyan, de meg hát itt, amit látsz a házon, mindent én csináltam a barátaimmal, de nem érdekelt az anyag, az elvon dolgok érdekeltek. Na bele is szaladtam, ugye egyből könyvtáros lettem, Szolnoki Városi Könyvtárba kezdtem el dolgozni, ami nagyszerű volt, egész nap ültem bent, alig jöttek be emberek, könyveket rendezgettem, és lényegében 8 órában fizettek azért, 700 forint volt az első fizetésem, hogy olvassak. És hülyére olvastam magam. Na most itt volt a baj, mert olyan, ugye Hanvas Bélától kezdve minden a kezembe akadt, a fehér könyvek, mondom, te jó Isten, a 56-ról meg az egész. És egyre jobban belemerültem én is, úgy, mint egy rendes kutató, a magyar történelmi közelmúltban, aztán a távoli múltba, aztán a világvallásokba, tehát egyre jobban merültem el a tudásban, vagy a bölcsességben. És hát fiatalon megismerkedtem Bokros Péterrel, a művésztelepen laktak a barátaim, és mint fiatalok állandóan gondolkoztunk, hogy mit lehetne itt változtatni, jobbá tenni, és hát ott voltak a hatalmas nagy labdák, amit le kellett ütni, egy március 15-én Dabjanics szobornál, ugye az eltársak, végülis volt a késő kádárizmusban egy ilyen nemzetérzés, március 15, akkor fel kell töltözni valami, és a hülye Bokrossal kitaláltuk, hogy húzunk egy nemzeti színű karszallagot, ja, hát még fokoztuk, kivágtuk a közepét. És felcsatoltunk egy kardot, és mászkáltunk két nagyfröccs után a város fő utcáján. Hát, ugye ez elég kemény volt. És hát jobbnál jobb akció. Mit ragált erre a hatalom például erre? Hát azt, hogy ugye a szüleit megkeresték, anyámat is behívták, hogy hát gyerek, ez valami nem stimmel. És elkezdődött a megfigyelésed ekkor már? Azt akkor nem tudom, de valószínű. Igen. A könyvszám egyébként már megfigyeltek. Igen, mert hogy mit olvas a pali, persze. És aztán Karcagon volt egy képzőszeti tábor, és hát oda jöttek Magyarországról különböző lökött művészek, és ott elkezdtünk, szitanyomatot kitanultuk szitázni, az egy akkori technika volt, nagyon egyszerű, és saját magunk nyomtattunk képeslapokat, ezt, azt, amazt, és hát egyre jobban kedvet kaptunk ehhez, és láttuk, hogy egyre idegesebb a hatalom. És akkoriban jöttek be ezek az úgynevezett happeningek, performance-ek, amelyek a színházzal nagyon szimbiózisban voltak műfajilag. Én aztán később a Szigligeti Színházban dolgoztam, Pál Pista, Naimányi, micsoda nevek. Nem is mondom, a Kaposvár mellett a legvadabb színház volt, úgyhogy kőkemény darabokat játszottak. Ott világosítóként kezdtem dolgozni, ugye ideig érő hosszú hajjal, éjszakai élet, művészet, és hát egyre jobban merültünk bele az ellenzékiségbe, és különböző helyeken először Jászberénybe tartottunk egy happeninget, ami őrült botrány lett, azokat már nagyon figyelték a rendőrök, és aztán a moziüzemi vállalathoz kerültem grafikusként Péter mellé, és ketten olyan utcai plakátokat készítettünk, filmek voltak ugye az inspirálók, hogy például egyszer Mesztelen Lenint kiraktuk a főtéren egy üvegvitrínbe. Hát egyből összeült a pártbizottság, tehát kész rosszul lettek, úgyhogy ránk lett állítva már a ottani moziüzemi vállalatnál több ember. Aztán népművelőként is Tiszafüledre kerültem, később Szolnokon voltam népművelő, ott is már erősen figyeltek bennünket.
egyszer egy rendezvény után rám bízták, nem tudom miért különben, rám bízták a Szolnoki Ifjúsági Parkot, hát a Siriustól kezdve az Omegáig, hát az összes nagy ott volt. És kitaláltam, hogy csináljunk meg jazzklubot. Na, akkor is behívtak a párbizottságra, hogy Molnár elvtárs, mondtam, hogy Molnár úr. Molnár elvtárs, ez egy dekadens művészet a jazz, ezt nem szeretnénk, ha itt megvalósulna. A Komarov teremben ráadás, ugye egy orosz űrhajósról volt elnevezve, és hát ott csináltuk meg Magyarország talán egyik legelső jazzklubját, hihetetlen volt, hihetetlen élmények, na és az már ugye kiverte a biztosítékot, és nyaranta én csináltam Szolnokon a Ifjúsági Parkot, és egyszer jön egy ilyen fekete ruhás pali, hogy menjek már ki vele a folyosóra. Mondom, mi a baj? Azt mondta, a rendőrségtől jöttem, és azt mondja, nagyon nem vagyunk megelégedve, mert minden népművelőnek írni kellett egy jelentést a rendezvényekről, hányan voltak, miről beszélgettek, mi volt a közhangulat, és én ezeket mind nem töltöttem ki. Tehát mondom, hogy uram, mondom, ne haragudjon, mondom, én ezt nem töltöm ki, én nem rendőr vagyok, meg besúgó, hanem én népművelő vagyok. Én azért kapom a fizetésem, hogy én műveljem a népet, nem azért, hogy besúgjam. Na és akkor ez mondta, hogy jöjjek vele, beültettek egy fekete autóba, kivittek a Tiszaligetbe, és ott megfenyegettek, hogy ha ezt, tehát azonnal fölvesznek bármelyik egyetemre, hogyha aláírom a papírt, hogy nekik dolgozom, ha nem, akkor pedig hát ennek következménye lesz, mert ezt így nem lehet csinálni, hogy itt rendezvényekről ők, nekem jelentenem kell minden rendezvényről. És keresztapám 56-ban ült, ő volt Tiszaföldvár munkástanácsának a vezetője, jogász ember volt Szekszárdon, egy nagyon okos, hihetetlen okos ember volt, és elmeséltem ezt neki, és azt mondta, kisfiam, büszke vagyok rád. És utána elmentem Kocsmárosnak, lényegében a bíróság mellett volt Szolnokon egy kocsma, és csapos lettem. Úgyhogy egy nagy zuhant a karrierem, pedig mondta ez a pali, hogy bármelyik egyetemre felvételi nélkül fölvesznek, csak dolgozzam nekik. Úgyhogy ott elástam magam egy életre. Most lehet, hogy én is ott Gyurcsány mellett valami gyártulajdonos lennék. Úgyhogy jó elszúrtam, na mindegy. De nem biztos egyébként, csak annyit szeretnék közvetésnek elmondani, hogy az egyik jelentés, amit rólad olvastam, azt Szokolai Zoltán készítette, a Fedő nevén, MDF-es politikus. Igen. Most halt meg, nemrégiben. Aha. És ő például jelentette egy Molnár Tamás nevű népművelőről, aki nagyon sokat szervezkedik. Igen. Hát az egyik kötökből azért így vagy úgy képviselő lett, országgyűlési képviselő, a másikotokból nem. Gondolt-e arra, hogy akit megemlít a jelentésében, azt bebörtönözhetik, vagy egy életre tönkre tehetik? Utólag fordult meg, csak szégyen, de ez így van. Arra gondoltam, hogy lehetőleg olyasmiről beszéljek, ami nyilvánosan már elhangzott, ami nem jelent új információt. Cseh Tamás estje kapcsán, Paksi szereplése kapcsán, vagy Csengei Dénes dolgai kapcsán ezt mindig igyekeztem. Hogy vagy olyat, ahol nyilvánosan ott voltak még mások is. Vagy olyat, ami megjelent nyomtatásban, amihez úgyis hozzáfértek, ismételjek el, mondjak meg. Tehát egy kicsit a kényszer vezetett, hogy valamit kellene mondani. Valamit mondjak el. De igyekeztem szabadulni ebből a kötelezettségből. Egyébként neki nagyon vakvágányra ment az élete, tehát nem minden ügynöknek lett ilyen nagyon boldog élete. Jaj, persze. Ez ő egy szerintem sose elvette ki ezt a döntését. Nagy lelki teher, ugyanaz, mint a szegény Tóth Pista barátunk Szolnokon, ő is népművelő volt, és mint kiderült utólag, ő is jelentett rólunk. Szolnok megyei MDF elnök volt, és aztán le is mondott emiatt, amikor nyilvánosságra kerültek az adatai és az iratai. Valaki kért tőle bocsánatot? Vagy... Igen, ketten. Egy egri főiskolán, a tanárképző főiskolán tanított egy docens volt, nem is tudom, mikor találkozhattam vele, kaptam tőle egy levelet, hát 90-es évek elején, és egy bocsánat kérő levelet, és még egy úrtól, őt aztán szintén nem tudtam nagyon beazonosítani, és visszaírtam nekik, hogy egyáltalán nem haragszom, nincs bennem semmiféle harag, végtelen keserűség, nem is az a beszervezettek felé voltunk mi nagyon mérgesek, hiszen őket legtöbb esetben erőszakkal, megfélemlítéssel, pénzért, kit hogy szerveztek be,
hanem a tartótiszteket, akik e mögött álltak, tehát maga az apparátus, akik mellesleg mind a mai napig a kormány épp, utána néztem, közel 1,5 milliárd forintot fizet ki nyugdíjra, végkielégítésre, egyebekben a rózsadombi otthonaikban ott vannak. Köszönjük szépen az átmenetet. Hát meg még a rendszerváltás után biztonságtechnikai cégeket, meg őrzővédő állatokat alapítottak. Na és ketten bocsánatot kértek, mondom és visszaírtam, hogy egyáltalán nem, és nagyon-nagyon sajnálom őket, hogy belekeveredtek ebbe az egész történetbe, és hát később ugye én kampányoltam Csurka Pista bácsival, ő is aláírta, nagyon sokan kényszer hatására, de hogyha az... De ő nem jelentett, azt hiszem, hogy neki üres volt a dosszié. Akkor szegény Gondolkatit is megtámadták, egy piszok rendes csaj, helyrehozta a Magyar Rádiót akkoriban gazdaságilag, meg minden értelemben. Tehát volt egy nagy csomó rendes ember, aki belekeveredett ebbe önhibáján kívül, és nem lehet ítélkezni, nem vagyunk jó istenek. Én megmondom őszintén, nagyon sok olyan emberről tudok, aki ma is jobbos, fideszes, blablabla, és sajnos van papírja. Bizonyos értelemben én meg is értem, hogy annak idején ezt a Fidesz sem akarta megszellőztetni, megértem. Sőt, most örülök különben, hogy betekinthet bárki igazság szerint a történelmi levéltárba, de nem ők a fő bűnösök, még egyszer hangsúlyozom, hanem maga az a rendszer, az az apparátus, amely működtette ezt az egészet. Tehát itt azért nagyon éles határvonalat kellene húzni. Na úgyhogy ketten voltak, többen nem, és... eszmetlen sok anyagunk lett, hiszen jártuk az országot, és akkor Szolnokról a mindennapjaim, elmesélek egy arany sztorit, akkor a színházban dolgoztam, ugye hosszú hajam volt, farmennadrágom, és napközben megállít a rendőr az utcán. És maga miért nincs a munkahelyén? Mondom, azért uram, mert én a színházban dolgozom, és mi éjszaka dolgozunk. Adja ide a személyigazolványát. Mennyit keres maga a színháznál? Hát mondom, nagyon jól keresek, 1600 forintot, és az több volt, mint a rendőré. Körbejár, azt mondja, jöjjön velem. A Szolnokon ott a központból ott a rendőrkapitányság bekísért, ott volt egy hölgy a portán, azt mondja, hogy Pirike, vegye elő a manikürolóját. És mit akarnak ezek, meg le akarják nyírni a hajam? Forduljon meg! És a farmeromon volt egy angol lobogó, picike, hát a farm, nem tudom milyen farmer volt. És kérdezett, oda kellett tartanom a seggem, és levágta rólam az angol zászlót. A rendőr csaj. Hát ezt elmeséltem a színházat, mindenki véresre röhögte magát. De közben ez nem volt annyira humoros, mert volt olyan ember, akit tényleg bevittek. Később Baracskán volt egy ilyen fegyintézet. Krassóval adtunk ki egy könyvet, Ezra Pannak a könyvét, és aki ezt kiadta a srácot, azt elvitték ott disznót, szart lapátolt. Én, akinek a családjába, ugye keresztapám börtönvisel volt, apámat katonai internát, leinternálták, ő mesélt ilyeneket gyerekkoromban, hogy megástatták vele a saját sírját, betemették fejig, és aztán ilyen kutyákat szórakozásból rájuk uszítottak. És apám, hát az is nagyon kommunista barát volt, mint nem mondjak, és tehát ez a társadalmi megfélemlítés, ez jelen volt. Ugyanakkor jöttek az új szelek, filmek, micsoda filmek voltak akkoriban, akkor ugye a koncertek. Most látjuk ugye, hogy Nagy Feró egy személyben rendszerváltó lett, de tényleg a Beatrice, amikor ott a járműjavító művelődési házában több rendőr volt, mint ilyen, milyen pöttyös, nyakendős gyerek. Hogy azért jött be egy friss szellő, vagy valami, igen, már elkezdődött. Igen, tehát Szolnokon is lehetett érezni, hogy tarthatatlan ez a nagyon merev politikai magatartás, és hát mondom én, mint aztán népművelő, és később ott a borozóban is, mint csapos, ja, lejött ez a százados egyszer utánam, aki miatt végül is ott hagytam a népművelő pályát, és egy este lejött, és azt mondta, hogy végül is elnézést kér, hogy ide, ő ide juttatott. Mondom, uram, ne kérjen elnézést, mondom, tök jól érzem magam. Annyi fizetésem volt. De mikor ment le, hogy ilyen évekkel, vagy hónapokkal később? Igen, vagy... később, jóval később lejött, aztán alkoholista volt, és meg is halt ideje korán, de lejött ő például, hogy térjek vissza a
népüvelői vonalra, és mondtam, hogy nem. És akkor utána hamarosan felköltöztem Budapestre. Hogy üldöztek el titeket igazán? Mert elüldöztek konkrétan Szolnokba. Föl kellett jönnötök. Mi is sokat jártunk, hetente háromszor följöttem Pestre vonattal, akkor Péter már itt lakott, és folyamatosan jártuk a kiáltóhelységeket. Ugye Galántai György akkoriban szervezte meg ezt a híres Magyarország a tiéd lehet, meg hát a kápolna tárlatok, stb. Akkor ment Pesten azért az éjszakai élet keményen. És hetente háromszor én följöttem Pestre, és csak mondom, hogy annyi pénzem volt a borozóból, hogy ilyen gentris ugyan, de este a haverokkal beültünk valahova, odahívtam a cigányt, és egy piros százas behúztam a vonóba, és a Monti csárdás volt a kedvencem, és húzattam magamnak vagy 20-szor. Tehát nem voltunk normálisak. És akkor megismerkedtem több ellenzéki figurával, hogy azt már nem is nagyon tudom, azt hiszem a Galántain keresztül, és mondták, hogy hát ez milyen jó lenne, hogyha a jubileum 56-os számnak a mellékletét, Nagy Imréket mi kinyomtatnánk itt Szolnokon, mert akkor már nagyon tudtunk szitázni. És mondtuk, hogy persze. És a Péterrel valami 1000 példányban a anyósom még elmentek, ez tél volt, telelni a kékes tetőre, és ott volt az üres lakás, és nekiálltunk nyomtatni szitanyomással ezeket, ezt a nagy plakátot, 56-os, ugye a Nagy Imre és társai kapcsán volt ez a plakát, a beszélő mellékleteként, és jön fel a Péter, hogy te Tomi, az utca már teli van rendőrökkel. És mondom, fú, hogy gyorsan pakoljunk össze, és a ragacsos friss nyomatokat két nagy bőröndbe összepakoltam, becsöngettem a szomszéd asszonyhoz, 10 emeletes háznak a 9. emeletén, hogy ne haragudjon, már hamarosan el kell mennem, de itt van a ruhám, össze a motyom, hagyom már itt, de jövök érte. És mondtam, hogy persze, Tamás, nyugodtan hagyja itt. Rendőrök jöttek, ránk törték az ajtót, nem volt házkutatási parancsuk, de aztán az is lett, és mindent fölfordítottak, és nem találtak semmit. Hát büdösnek büdös volt ugye a festékszak, de nem találtak semmit. Piszok ideges lett ez a pacák, és már majdnem mentek el, amikor csöngetnek, és a szomszéd azt mondja, hogy Tamás, aztán el ne felejtse a két bőröndöt, mert nekem is el kell mennem. És akkor mondtam a pajnak, hogy uram, lebuktam. És ott volt benne ugye a corpus delicti. Na és aztán ebből lett egy bírósági eljárás, ami lényegében előkészítette azt, hogy én is Budapestre költözzem. És kaptam, azt hiszem, most nem akarok hazudni, 30 vagy 40 ezer forint pénzbírságot, és az akkor óriási összeg, óriási volt, összeg volt, és összekészítettem a motyom, és bementem a dutyiba Szolnokon, csengettem reggel, és mondják, hogy magam meg mit keres itt, mondtam, jöttem, mert le akarom ülni, nem akarom, nincs is pénzem, meg le akarom ülni. És erre eltűnt ez a tiszt, és egyszer csak jön vissza, hogy kifizették ezt a büntetést. Mondom, ne viccelj már, hát mondom, kifizette ki. Azt mondta az EFL-CIO francia szakszervezet, vagy nem tudom, valami francia szakszervezet, de hülyeség volt persze, kiderült, hogy a Soltotiliáék fizették ki, és nem kellett leülnöm lényegében ezt az egész történetet. Összekalapoztak ennyi pénzt akkor? Hát nem tudom, ki volt a háttérben, igen, valami történt. Úgyhogy nem kellett leülni, pedig mondom, fú, de jó. És aztán ezt én kiadtam, ezt az egész sztorit egy szintén szitanyomással készült szamizdatban, akkor már nyomtattuk a szamizdatokat, és elhatároztuk a Petivel, hogy ez lesz a BM művészet, tehát botrány művészet. BM művészet. Hát ezt is nagyon sérelmezték, és teliragazgattuk a várost ezzel a BM matricákkal, meg hát a haveroknak osztogattuk, és aztán sorba szűkült a tér, mert a barátainkat is megkeresték, megfenyegették, hát el kellett menni Szolnokról.